Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A Magyar Szív, Magyar Szó Alapítvány és az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatásával jelent meg Németh Terézia Nem hiába haltatok meg című kötete. Erről fogunk beszélgetni, és vendégem pedig Németh Terézia. Csókolom a kezét. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Előjáróban annyit, és a nézőknek is mondom, hogy a Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Vasvári Pál Általános Iskola, illetve a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola növendékei megismerkedhettek ezzel a kötettel már. Én azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség erre. A 60. évforduló méltóságos hozott nekünk két emberöltönyi távlatból is, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ne csak az évfordulókra fókuszáljunk, hanem igenis a hétköznapokra, és ez a könyv nagyon is megmutatja azt, hogy miként gondolkodott egy alig 14 esztendős ifjú hölgy, hogy a maga tisztaságában leírja nekünk mindazt, amit gondolt és amivel szembesülnie kellett. Nos, egy idézet még önhöz. 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, amely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármi kicsi is a siker esélyes, bármi nagy is az áldozat, amit követel. Ezt John Kennedy írta 1960-ban. Azért teszem hozzá, hogy a tengeren túlon is eljutott a híre, a hírünk mindannak, amit a mi hőseink fiatalok és kevésbé fiatalok tettek. Viszont én azt gondolom, aki átolvast ezt a könyvet, Tercsi naplóját 1956-ból, hogy ez egy hiánypótló mű. Kezdjük talán azzal, hogy szeptember 1-én kezdődik az ön története. Igen. Az ön gyönyörűséges betűvel. Azt olvasom, hogy magányos volt, hiszen egy költözés, egy új település, egy új helyre kellett költözniük, és tulajdonképpen akkor már is itt az első kérdés. Ezt hozta a gondolatot, hogy, mint, hogy egy kislány nekiáll és naplót ír. Igen, ez egyértelműen, ez szeptemberben még igen. Akkor csak azért írtam, hogy valahogy bevegyenek, próbáljak úgy viselkedni, leírjam a bánatomat, és utána úgy viselkedni, hogy bevegyenek abba a közösségbe, akikkel együtt Veszprémbe jártam gimnáziumba, meg külön busszal jártunk. Tehát ez csak ez a közösség utáni vágy hajtott engem, és az, hogy mi történik velem, azt legalább, ha nem tudom elmondani senkinek, legalább leírjam. Így kerültek be a jegyek is a napomba. Én nagyon hétköznapi történettel indult, ugye. Az egész történet annak köszönhető, hogy azt láttuk, és aki ezt a könyvet olvassa, lesznek bőségesen egyébként, az azzal szembesül, hogy miként gondolkodik egy kislány egy idegen közegben. Aztán, hogy miként indul el, hiszen ennek az egész történetnek ugye íve van. Igen. Igen. Én itt most kinyitottam, mert hogy a két napot szeretném megidézni, október 22-e és 24-e, hiszen érdekes módon 22-én azt írja, hogy ma ötösre feleltem történelemből, kémia gyakorlat 4, és 24-én pedig szerdán már beszámol arról, hogy mi mindent tudott meg, mi mindent történhetett így utólag 23-án. Honnét jöttek az információi? Mi állandóan a Szabad Európát hallgattuk, ráadásul sportolók jártak fel a teleptől Pestre, tehát hozták, vitték a híreket, de azt hiszem, hogy főleg Szabad Európából értesültünk arról, hogy Budapesten mi történik. Hát ugye néha a Magyar Rádió is bemond, amíg nem volt zene, volt, amikor leállították teljesen az adást, de egy darabig azt is hallgattuk, és hajnaltól kezdve még éjszaka Szabad Európát hallgattuk, tehát így tudtuk. Ezt aztán rögtön leírtam 24-én, hogy mit hallottam. Igen, aki naplót ír, az általában nehezen osztja meg, ha barátnői vannak, akkor gondolom azokkal igen, de a családja miként gondolkodott a forradalmi időszakban, hiszen erről is olvashatunk. Egyértelműen a forradalom mellett álltak, de az én környezetemben, én nem is tudom azt mondani, hogy volt olyan, aki nem.
Tehát mindenki boldog volt, felszabadult volt, örült a forradalom győzelmének. Az a 12 nap, az egy gyönyörűséges volt nekem most utólag is. Igen. Tehát mind a felnőttek is így éreztek, egymás segítve, szóval teljesen. Az osztálytársai miként gondolkodtak, hiszen ez nem különben fontos egy kislánynál, hiszen... Kezemben van az osztályom fényképe, osztálykép. Kettő vagy három kislány, egyet pontosan tudok, aki nem, egyáltalán mint a, nem is tudott volna a forradalomról, nem szólt, nem, ahol lehetett, gáncsolt bennünket, mondjuk vicceknél is, meg, de a többiek egyértelműen igen. Tehát egy olyan osztály, én nem hiszem, hogy csak mi voltunk ilyen osztály. Én úgy láttam, hogy a fiatalok egy az egybe a forradalom mellé álltak lélekbe is. A tüntetésnél így láttam, a Veszprémi tüntetésnél. Milyenek voltak a pedagógusok és a többi osztály, hiszen óvatatlan is rányomta a bélyegét a történésekre, illetve ami ott a közvetlen környezetében is. A többi osztálynál is úgy láttam, hogy forradalom mellett állnak, főleg azok a harmadik, negyedik osztályosok, akiknek egyetemista barátaik voltak, akik ugye egyértelműen az elején ugye a forradalom, szinte később forradalom hősei lettek, hiszen elvitték őket egész Szibériáig, ugye a megtolás idejébe. Lehet, hogy volt az osztályokban egy-két gyerek, aki nem annyira, de azok inkább hallgattak, és én még mindig úgy érzem, hogy 56-ban a 12 nap alatt hallgattak azok, akiknek ez a forradalom nem volt forradalom, hanem csak egy csőcserék-lázadás. Tehát ők hallgattak. 56 november után már kijöttek, úgyhogy éreztük, tapasztaltuk. Tudatos volt minden egyes szó, amit leírt? Mert ugye én azt mondtam, hogy néhány gondolatának gyermeki bájt kölcsönöz, az a 14 esztendős tisztaság, ugyanakkor nagyon is felnőttesen fogalmaz. Az az igazság, hogy hát a gyerekeim is azt szokták mondani, hogy túl pedálos voltál anyám, meg Stréber. Az igazgatónőm maga mondta február 23-a után, hogy azért velem beszél erről, mert tudja, hogy el tudom magyarázni a többieknek, hogy mekkora bajt okozhatott volna, ugye az AVL kint volt, ez a 23-i néma fekete ruhás szinte tüntetés. Tehát azt hiszem komolyabb voltam. Elfogadták a társai, amit mond, ahogy próbálta irányítani őket? 4-5-en voltunk, akiket elfogadtak. Volt egy csoportunk. És mindnyájunkat elfogadtak. Tehát akik ebben a csoportban voltak, hát akik egyértelműen a forradalom mellé álltak, elfogadták, ők elfogadták azt is, hogy fekete ruhába jöjjünk, nem érdekelték a nem érdekelt senkit a következménye, kivéve azt az egy kislányt, aki nem jött ebbe. Azt egyszer kérdezni, és szeretnék visszakanyarodni rá, hogy a tanárok hallgatólagosan egyetértettek velünk, túlnyomó többségük. Mert ez bátorság kérdése akkor. Túlnyomó többségük egyetértett velünk. Tehát emberi sorsok, egzisztenciák múlhattak ezen. Ez alatt a 12 nap alatt ők ha nem is hangosan, de amikor február 23-án feketébe mentünk, ugyanúgy vigyázva állt az egyik tanárunk. Biztos volt a tanári karban olyan, aki nem, de én köszönhetem a szerencsémnek, olyanokkal találkoztam, akik viszont egyértelműen igen. A veszprémi környezet általában, tehát az iskolán túl és az otthonon túl, miként viszonyult a szabadságharchoz, a forradalomhoz, a hírekhez? Hiszen ezért Veszprémben is volt mozgolódás, nem is kicsi. Én ezt sajnos nem tudom, ugyanis 26-án a tüntetés után minket hazaküldtek az igazgatónő, és azt mondta, hogy akkor kell bemenni az iskolába, amikor ő hív bennünket. Tehát a bejárókat, én bejáró voltam, én csak ilyen morzsákat vettem észre, amikor véletlenül bejutottunk, és láttuk, hogy amit tudok mondani, hogy mindenki örült a forradalom, akikkel én találkoztam a forradalom győzelmének. Október 26-át idézem meg. Ma reggel nagyon kevesen jöttek be a gimnáziumba Fűzfőről, 8 óra után ért be a buszunk. Amit leértem a Kossuth Lajos utcán, akkor hallom ám, hogy nagy tüntetés van.
a gimnazisták ott is ott voltak, a mi osztályunk is teljes létszámban ott volt, persze közéjük álltam én is, énekelve és jelszavakat kiabálva a Veszprémet körüljártuk. Ugye amikor kérdeztem öntől egy beszélgetésünkkor a Vasvári Általános Iskola, hogy melyik volt az egyik legfontosabb esemény, ezt említette. Igen, ez volt, ez én ezt nagyon-nagyon sokáig úgy éreztem, hogy egy ilyen esemény nem is fordulhat legközelebb elő. Tehát, hogy ennyire együtt hát ugye én Veszprémet mondom, de ez szinte az egész ország is, és boldogan is és próbálnak segíteni, együtt vannak. Én azt hittem, hogy nem is csalatkoztam, mert én azóta ezt a hangulatot nem éreztem. Nem egyáltalán, amit én 56-ban ott, október 26-án éreztem, és utána napok múlva is. Ezek fenséges pillanatok lehettek. A november 4-én még érték meg, hiszen óvatatlan is később jutott el a hír önökhöz. Nem, november 4-én, mivel lőportgyár volt, Balatonfüszfő, a gyártelep, ugyanúgy hajnalban hallottuk a lövéseket, tehát hajnalban, tehát nem egy helyről, két helyről jöttek be az oroszok, szovjetek, több helyről, és a gyárat is el akarták foglalni, tehát ugyanúgy november hajnalban bent van, el akarták foglalni a gyárat, nyilván dinamit, lőpor, stb. Miatt, tehát tudták, hogy stratégiai állomás ez a gyár. Ott aztán halálos baleset is volt, mert nemzetőrök védték a gyárat, nem csak azért, hogy ne a szovjetek kezébe, hanem hogy olyan emberek kezébe ne kerüljön, akik nem értenek hozzá. Hát ott borzasztó robbanások történhettek volna, mint ahogy általában néha szoktak történni. Így aztán lelőtték, akik védték nemzetőröket, a szovjet katonák, hát három halálos áldozat volt, a negyedik a kórházban halt meg. Mi a hivatalosan október 23-a és november 4-e közé tesszük a forradalom és szabadsághoz történéseit, ugyanakkor nagyon is jól tudjuk, hogy mindig van utóélete, és nem csak Veszprémben és környékén, hanem Székesfehérváron, Jószerivel valamennyi városban, még november végéig, illetve Székesfehérváron például még decemberben is voltak olyan nagyüzemek, ahol a forradalmi tanács uralkodott továbbra is. Veszprémben ez hogy volt? Hiszen az iskolában azt tudjuk, hogy továbbra is azért nem hanvadt el a láng. Igen, hát a gyártelepen arról tudok beszélni, Veszprémből is hallottam, sztrájkok voltak elég sokáig, ellenállók voltak a Bakonyban, azt is hallottuk, tehát ők próbáltak a munkások ellenállni, tehát vagy sztrájkkal, szóval mindenféleképpen, de ez egy idő után ez elcsitult ez az egész. És az iskolában mi volt az utóélete? Továbbra folytatta a naplóját, de esette még szó róla, megtárgyalták-e a történéseket, hogy mi történt előtte? Osztályon belül, hogy gimnáziumban külön azt nem tudom, a tanárokkal nem. Egyértelműen nem, ők se velünk. Tehát elhallgattak, tehát mindenki elhallgatott, mi egy darabig beszéltünk róla. Ugye ez semmiképpen nem gyávaság, hiszen a megtorlás pillanataiban, éveiben azt hiszem, hogy jobban tette mindenki, mármint a saját és a családja épségét megúvva, hogy hallgat, bármit is tett, de én azt gondolom, hogy ez a füzet folytatódott, és hasonló szellemiségben, hiszen bár a történések nem voltak, de óhatatlanul is mindig visszatért arra, ami ebben a 12 napban történt. Igen, nagyon sokat gondoltam rá, de aztán egy idő után végül is mi voltunk az a bizonyos nagy nemzedék a 60-as években, amikor egy kicsit Kádár engedett, kicsit nyugat felé fordulhattunk, kicsit nyugati énekszámokat hallgathattunk, kicsit lazábban, lehet, hogy közben figyeltek bennünket, de valahogy próbáltuk élni a fiatalok életét, úgy, hogy közben éreztük és tudtuk, mindig is tudtuk, hogy ez a dolog, ez
rányomja a bélyegét az egész életünkre. Igen. A 12 nap a gyönyörűséget pedig hát örömmel. A 60-as évek közepén, amikor tetőzött az ifjúsági probléma, hogy a dal szól, és a gulyás kommunizmus, tehát itt kézenfogva járt a történet. Mikor került nyilvánosságra ez a kötet? Mikor gondolt arra először, hogy ezt még egyszer át kéne olvasni, hiszen milyen nagyszerű történet ez? Én ezt a könyvet akkor kaptam vissza a szüleimtől, amikor már gyerekeim voltak. Talán a nagyobb fiam olyan 5-6-os lehetett, amikor én ezt elkezdtem olvasgatni. Őket nem érdekelte, egyáltalán nem érdekelte. És úgy a barátaimmal is megosztottam, már évek óta megosztottam. Többen mondták, hogy jaj, de érdek, én olvasgattam néha, visszagondoltunk rá. Ráadásul olyan barátnőm is van, aki osztálytársam volt, és most Enyingen van. Ővele külön megbeszéltük, meg polgári körös barátaimmal. Mindenki mondta, hogy igen, hát nagyon szép, de egyedül a fiatalok mondták azt, hogy esetleg ezt érdemes lenne kiadni. Akkor beszéljünk a fiatalokról. Én tágra nyílt szemű kisrácokat és kislányokat láttam az előadásán, a beszélgetések során. Én azt gondolom, hogy egy, nem győzöm hangsúlyozni, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy legyen végre egy olyan fiatal korosztály, aki komolyan veszi, aki azt mondja, hogy 56-ról beszélni nem a múltban révedezés, hanem igenis a jövőt szolgálja, hogy megismerjük mindazt, amit önök tettek. Beszéljünk a kötet történetéről, hiszen azt hiszem, hogy egy remek gondolat és nagyszerű ötlet volt. Ki beszélte rá, hogy ezt szerkesztett formájában megismerhessük mi is? A 64 vármegyés fiatalok mozgalom képviselői, ők tavaly a 60 éves évfordulón nézegették, beleolvastak, egy barátnőm, Klucsik Éva hozta el nekik, ő állandó szereplője a mi 56-os ünnepségünknek Enyingen, ahol együtt állítottuk a kopjafát, 56-os megemlékezés kopjafáját, és ő elhozta ide, ők megnézték, elolvasták, és úgy gondolták, hogy ez érdemes arra, hogy könyv alakjába kiadásra kerüljön, és köszönöm nekik. Én azt gondolom, hogy amit, ahogy itt fogalmaz, hogy ez a napló is legyen egy gát a feledés útján, ez teljesítette küldetését, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik segítettek. És itt Teréz anyával kezdődik, mi fejezzük be Teréz anyával, hiszen ön úgy fogalmaz, illetve a kötet szerkesztője, hogy úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Én bizonyos vagyok abban, hogy ez a kötet gazdára talált már a szívekben, lelkekben, az általános iskolásoknál, és igenis bizonyos vagyok benne, Pataki Barbara szerkesztő nevében is mondom, hogy 60 évvel a szabadságharc után kívánhatnék valamit, ez az lenne, hogy minden ember megtapasztalhassa azt az élmény, amit ez a kislányos bájjal és személyes hangvétellel megírt napló szerzett nekem. Teljesen egyetértek vele. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, köszönöm, hogy megtanította a székesfehérvári általános iskolásokat arra, amit talán önök nélkül már elfeledtek volna. Nagyon köszönöm, hogy beszélhettem 56-tól itt megint, nem csak a naplomba. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves a meghallgatást. A fehérvári beszélgetéseket látták, ahol bemutattuk helyjel közzel kivonatosan Nem hiába haltatok meg című Tercsi naplóját 1956-ból, Németh Terézia tollából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!